reggel 5 órakor, ahhoz, hogy 6 óra 30-kor el tudjunk indulni. Most vagyunk az Edelraut hüttébe, 1725. Bösenstein. Hát gyakorlatilag szépen elindult a társaság. Bösenstein, ez most a mai napi úti célünk, föl a csúcsra, aztán oda vissza a házhoz, és aztán irány haza. Az eredeti terv szerint délután 3-ra kell visszaérnünk, most 6 órakor indultunk el, azt mondják, hogy 6 óra alatt meg lehet csinálni az utat, úgyhogy gyakorlatilag most délre itt leszünk, vagy nem tudom, valami hasonló. Hát amikor a Karcsival megyünk, akkor mindig ilyen őrült rohanás van. Karcsi szalad elő, a többiek szaladnak utána. Hát igen, ez nem annyira rossz így. Wow, ott egy tó. Mindenféle patakok. Ennek a szobogását hallottuk éjszaka. Sanyit órán biztosan nem lenne. Ha nem? Ha de. De. Én is azt mondom. Jaj, nézed, van ilyen kis mocsaras terület. Családbarát. Szép, nyugodt. Szép zöld még minden. Vadregényes. Korábban nincs annyira nagy meleg. Majd dél körül biztos meg fogunk pusztulni. Fent a gerincen, ahol egy darab fa nem lesz semmi. Egy pici árnyék se. Itt még teljesen jó. Az, hogy nincs hideg, kellemes hűvös van. Föl az út a gerincre, és jó kérdés, hogy elmegy szerintem a gerinc alatt, ott szépen látszódik az út, utána fog kimenni a nyeregbe, ott látszódik egy kőrakás, és onnan fogunk majd tovább menni. Hogy merre, azt még nem tudom, mert erre még nem jártam. Kellemes kis szélfúj a gerincen, egyelőre még nem összes. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a későbbiekben. Néha vannak a fiatalok. Egy kicsit megtántorítják az embert. Egyelőre nem annyira vészes. Okay.
segítséggel sátrazni nem lehet, de azért egy-egy bivakot be lehet vállalni. Nem sokára. Nem is nagyon távolodtunk el a bivaktól, talán 30-40 métert, ahol mondtam, hogy mindjárt segítség. A gerincen fogunk körbe visszamenni a házhoz. Ott megy az út szépen végig. Már az eleje már elindult. És alább hagyott. Nap is gyönyörűen süt. Ketten fordultak vissza. Gábor és a lánya. Nem lehet tudni, hogy jó döntést hoztak, vagy nem hoztak jó döntést. Elméletileg ott volt a legnagyobb a szél. Ott tényleg fölfölemelt, de hát túlélhető volt. Érdekes, hogy déli oldal, folyamatosan süti a nap egész évben, és mégis itt van hó, másik oldalon még nincs. Kettő óra 15 perc alatt értünk föl a csúcsra, 2,5 órát ír a háztól, de hát ugye tudjuk, hogy Karesz nem viccel, nyomatta a tempót. Szétszakadt a társaság, igaz, hogy a Karesszék a legutolsó, de hát ők azért elég gyorsan tudnak jönni. Ott vannak színesben. Ott jönnek, nem nagy távolság. Itt a hegyen ez 5-10 perc maximum. A mai napra tervezett utolsó csúcsunk. Innentől gyakorlatilag már csak lefelé fogunk menni. Mindjárt fölér Gabi is. Aztán utána majd kicsit lemaradva a karcsik. Ott végig azon a gerincen mentünk, ami a háttérben van a csúcsán előtt. Az a tömb, ahol tegnap voltunk, onnan átautókáztunk este.
aludtunk, lentebb van a parkoló, 300-400 métert kell csak lesétálni az autóhoz, nagyon jó időben vagyunk, 11 óra 12 van, 2024. június 30-a. Sokkal gyorsabban teljesítettük a távot, mint ahogy gondoltuk. És ez már nagyon közel van. Maximum egy óra alatt lent vagyunk. Tegnapi nap abban a tömbben másztunk, négy csúcsot, onnan átautókáztunk egy 45 perc volt körülbelül átjönni, és most már a társaságnak a nagy része elindult, gyorsan összekapottam magunkat és megyünk.